Nagyon megyünk. Nagyon, hát Levike is nagyon ment ezzel így a gépezettel. Sziasztok srácok, üdvözlünk mindenkit. És igen, így van egyébként. Nem tudom másképp mondani, bár a Kolos nem ült mellettem benne egyszer se szerintem. De hát figyelj, elektromos mini városban mini Dodge-em. És belefértél? Igen, elfértem benne kényelmesen, bár háromajtós és mögém nem ül be senki egyébként, még a táskát se rakom le a láptérhez egyébként, csak az ülésre föl, mert nagyon más opciónk nincsen. Hát szerintem csajok is így fogják használni. De ez erre való egyébként, igen, egy, olyan, mint egy csúnya leszek, mint egy retikül. Egyébként de az, nagyjából akkor az egész autót, de egy gokárba ülnék. Dirty Grandpa volt, hogy dobd el nyugodtan ez a tabor, így van, nem akartam felhozni egyébként, nyugodtan. De igen. Hát igen, hát az jó, az egy modifáj. Nem rózsaszín, ez most egy kicsit menőbb ez a kék rajta, de igen, a lényegen nem változtat. Itt az előn ott van a Mini-jel, jó kis festői S betűnk ott meghagyva, szerettem, az már rajta. Igen, azt szeretem kiemelni, olyan, mint amikor így a tubusból sport. Kinyomod az a temperát, és így a papíron így végighúzod. Olyan hát igen. Az na srácok, az új Mini Cooper, igen. A rendes, a megújult, a nagyon durva megrajzolt, és hát jól kezdte már nekem is a Levi, hogy igazából ez lenne a szép jövő, hogy kicsi elektromosokat gyártunk városba, csak ne lenne ilyen drága. Igen, mert ez lenne az értelmes dolog egyébként, hogy így ránézel, kicsi, egybe van, keresztbe, hosszában, mindahogy beteszed, mert az egész autó nincsen 3900 mm hosszú egyébként, tehát hogy bárhogy beleférsz minden parkolóhely, mély garázs, benne vagytok ketten, gyönyörűen elfértek bele, az hátul biztos. Egyébként nincs nagy csomagtér, egy kis ez a kézi podgyász belefér egyébként, nagyjából annyira jó, meg egy bevásárlás, de amúgy meg elmegy, hát VLTP 305-öt írtak rá, egyébként annyit megy alattam, én azt tapasztaltam, hogyha töltöd és ott vagy és használod, akkor amúgy tud annyit. A motorteret, és addig én elkezdem, hogy ugye ezt az új Mini Coopert, mert az előző is így jött, hogy voltak benzinesek, meg voltak, ugye elektromosak, ebben már dízelt nem szabad keresni, arra ott vannak a nagyobbak, de az se igazából azzal veszik. És ebben van ez a tök jó 1,5 literes 3 hengeres turbós benzines, meg van a 4 hengeres 2 literes, ami még ugye a John Cooper Works-os lesz. Abba kiemelném, mert én voltam ugye az itthoni bemutatóján, hogy sajnos már abban nem lesznek váltófülek. És itt volt az a pont nekem, hogy John Cooper Works felszereltségben lehet ezt is konfigurálni, ez az erősebb elektromosod, ugye a 218 lóerősöd. Így van. És az érezni az autó, hogy ezt már arra csinálták, hogy ez elektromosban legyen tuti. Arra van a futómű feszesítve, hogy ott legyen aksi, tehát nehezebb legyen, de azzal ezzel jó. Mondjuk küzdöttem is egyébként, és erről is beszélgettünk, hogy még a mostani benzinesben, már a régiben még jobb volt, de hogy ennek ugye a mostani benzines változatában is, hogy ott is olyan keménye a futómű, mert bevallom, hogy amint kijöttem a városból, onnantól nagyon kényelmetlenné vált, és rázott, mert nagyon kemény, és nagyon masszív. Ez városban jó, hogy gyorsan elfordulni. Arra tökéletes, és tényleg rohangálni, és ott nem érzed, mert amúgy is tiszta kátyú minden, de kijöttem a nullásra. Ráadásul így ez a nem tudom, így vecsést, így az M3-as felé, amúgy is ilyen betontömbökbe van összerakva, és így mentem végig vele, és föl is rázta a gyomromat ma olyan szinten. Na de igen, szóval így néz ki a motorterünk, ezt láttatok, a milliárdszor elektromos motor, most ugye Kolos mondta, ez a 218 lóerő, 160 kilowatt, és van egy gyengébb, ez ugye most 50, bruttó 54 kilowattórás, ami 49 nettó, és van egy bruttó 40 kilowattórás aksi bele, ami meg 184 lóerővel jön majd. És az lesz kicsit olcsóbb, ez a fúfú nagyon drága. Igen, és a legcsúnyább az egészben az az, hogy megint tök jó, megint nagyon jó, én amúgy az első alkalom, amikor kihoztam ide, és mondtam, hogy összerázott, akkor nagyon elment az életkedvem is az egésztől, de aztán nálam volt még 3 napig, rohangáltam vele, és igen, megszerettem. Tök jó formája van. Hátulról milyen buli. Én képeken nézegettem, és mondom, nem tudom, hogy kiadja, de most már egy élőben igen. Tehát, hogy az, hogy így nagyon el van csapva így a feneke, hogy ilyen izmos legyen. De az egész kocsi le van kerekítve, és semmi sarkos dolog nincs benne, hanem minden elem úgy le van húzva, és olyan szép formára van rakva egyébként. Itt is tudom már állítani igen, a hátsó lámpámat. Igen, te is tudod már, mint a countryman tesztünket is, majd nézzétek meg. Így van. Azt is lehet úgy variálni. Hát igen. Én mondtam, egy kis bőrönd, meg egy hátizsák is ezzel tele is, vagy hát meg egy kis bevásárlás. A napi bevásárlás, vagy lehajtod az ülést, és akkor úgy oda akkor még igen. Kicsit tudsz. Mert hát igen, de látom, hogy a te ülés hosszodra hát már oda. Nulla. Le kell fűrészelni az embernek a lábát. Konkrétan egyébként igen.
ez így magában 210 liter, uh-huh. ha ledöntem a hátsülést, akkor amúgy van 800. Tehát akkor azért lehet befelé menni. Hát meg ezt én fixen meg, úgy használnám. Jó, nyilván egyébként persze, tehát lehet úgy is használni, akkor egyben ledöntött, meg amúgy jó benne a fejtér. Tehát amúgy belül, hogyha aha. beleülsz, és amúgy is le tudom rakni jó mélyre az ülést, de majd meglátjátok, ha beleültünk, akkor nincs az, hogy beverem a fejemet, mert egész jól fölfelé tudok még nyúlni. És tényleg, tehát van azt, egy tetőablak is egyébként, és azzal meg de pláne ilyen jó tágas teret adott elől. Na, itt alul egyébként van még a kábelnek hely, meg na, hát az legalább korrekt. Tehát egyébként igen, hogy azt úgy meghagyták. Jó, és akkor oda még lentre egy defektjavító befér hát meg a kábelnek. Igen, de ez legalább benne van, tehát amúgy is van egy kis autónk, és nem az van, hogy még itt jobbra-balra kell pakolni a kábelezést, hanem az ott legalább ott van. Így van. Na, hát a hátsó ülés most nem mutatom meg, Kolos? Ne, hát ezt ne, megköszönöm, igen, és itt töltjük, mint egy hagyományos autót, meg igen, a hagyományos benzinest is ott. Azt hiszem max 70 kWh, de inkább 60-nal szokott fölvenni. Hát ez főleg arra van inkább, hogy otthon töltögessen meg az ember. De abszolút, persze, a kertbe befejezve aztán nélkül. Ki. Csücs, menjünk, jó, mutassad boruljunk. Nekem a belteret, mert nagy meglepetés nem lesz, mert nem. Ugye lefejlesztették ezt az új kerek tabletet, és mindenbe ezt teszik. Mindenhol ez van. Annyi a változás, hogy ugye a benzinesben itt van egy váltókarod. Itt egy automata. Igen. És amiatt máshogy van itt az elrendezés, ott van elő kettő pohártartó, ez is máshogy van ide, meg ez jön így, és akkor jön ez a nyíló, amit olyan fura, hogy felém nyílik, tehát igen. nem a sofőr felé. Tehát olyan, mint azt mondták volna, hogy ez a sofőré, ez meg az enyém. Én ezt a belteret egyébként éltem. Tök jó volt az egész, és nekem kifejezetten tetszett, hogy innen eltűnt a váltókar, mert olyan kényelmessé vált ez a középső rész, meg ugye a melletted ülő, aki az anyósan utazik, azzal is ilyen, hát ilyen test közelben vagytok, de még nem a kényelmetlen, a, nekem van könnyöklöm, te nem kaptál, ja, igen, de taka. Nem is baj, tehát ugye nem a kényelmetlen közelségben vagytok, meg hogy benne vagytok egymás személyes terébe, de hogy közben meg kényelmesen vagytok pont egymáson kellően szépen közel. Szépen ezek az ülések. Hát igen. Amúgy beindítom, hogy addig is kapjunk valami levegőt. És kényelmes? Nekem kényelmes volt. Mármint az ülésre gondolok, hogy az. Igen, nem csúszkáltam benne, mert lehet vele száguldozni egyébként. Hát ezt gondolom. Bírja, meg igen, meg pláne berakjuk gokártba, akkor lehet. Jó, de nem csúszkáltam. Na, experience-ra rá is. Mutasd végig, de gondolom ebben is ugyanaz van. Persze, mindegyikben ugyanaz van igazából most már nem. És újon? Hogyne. Azon gondolom, azzal játszottam egyébként, hogy kiszedtem a... Ugye van külön benne az a meg a mininek ez a hangja, tudod, hogy lehet vele így rohangálni. Várjál, teszünk kicsit több időt, ez fújjon ránk is. Légkondizom be. 24-ről leveszem. Igen, ez a napokban már nem tudtam eldönteni, hogy most fázom vagy melegem van. Hát ez ismerjük. Nagyon szép, még mindig a mininek a beltere, csak hát ugye már BMW árba adják, és azt nehéz meggyőzni a vásárlókat, de hát veszegetik azok párat. Éjszaka a legszebb, de majd csinálok nektek jó kis TikTokokat is. Nagyon helyes. Mert hogy amúgy az egész év fényárba úszik, és hol? Csak ezt még kihúzom, csak annyira, hogy megmutassam ezt is. Hol van lett? Mármint lenn a lábnál, itt az ajtón. Ja, itt látom ugye, ugyanúgy, mint a Countrymanval visszaemlékeztek, hogy megnézik alatta. Ezt a videót, és így sugárzik ki belőle a LED így végig minden oldalon. És itt fönn is egyébként a tetőablaknál, és ez is végig van rakva a LED-del, úgyhogy az is föntről is jön a LED. Nagyon jó feeling. Ezt nem lehet nyitni, gondolom, mert nincs benne már a vízben. Nem, de nem is vágytam rá egyébként úgy a napokban. Értem, meg jó lenne, meg jó pluszt adna, de úgy nem vágytam. Lehúzod az ablakot, azt kb. Átszelőzik az egész. Igen. Nagyon aranyos kis cukiság, ugye ebbe is már benne ez a kamera, hogy megnézd, hogy ki ül hátul. Minden is. Ami egy jó dolog volt, és akkor kezdjük be talán azzal egyébként, ha már kintről is azt mondtuk, hogy azt mondtam, hogy elmegy 305 km-t VLTP. Most van 60% hát mondjuk, és kiír 200-at. 55%-on vagyok, és még mindig 197. Jó, mondjuk légkondi, nem légkondi, nagyon sokat rátesz. De oké, okay, de... Szerintem már most a kamera állásából érzitek, hogy milyen jó a futóművünk. Ja, de jó. Mire kiérünk a murvából. Jó, de hát ez a dolga. Aranyos ez a go-kart mód. Én emlékszem, hogy a nagyobb a Countrymanben nem nagyon nyomogattam, de valahogy ez, tehát ez még a minizés, és ezt nagyon élném én is. Városinak, ahogy kiemelted. Milyen ez a karokat itt lent használni? Tehát középen, olyan bulis, olyan vadászpilóta feelinget ad. De egyébként semmi extra nincs bennük, ugye a greennél még... Jó, hogy fizikai hangerőt tekerült van. Az ott van egyébként, igen. Az a légbőmlőt nyílom, az is fura, ugye, vagy hát szokatlan volt elsőre, ugye, hogy ezzel állított, hogy merre fújjon neked a légbőmlő, nem fizikailag tudod itt benne szogatni.
De amúgy egyébként meg kényelmes, előtt tök jó tágas, belátod, jó nagy tükreid vannak, ami az, a kocsinak az oldalát látod, a tetőablak, a végképp ilyen tágas térérzetet ad az egész autó neked, a kaszni tök jó felsimul előre, kicsi, fordulékony, pöröksz vele, odalépsz, előzni tudsz. Engem megnyert, én úgy hazavinném, ha nem kerülne annyiba, mint amennyibe kerül. Na, és akkor mennyibe kerül? Hát azt mondja, hogy azt néztük a konfigurátorba, hogy 13,5-ről indul az sima elektromos tök alap minden lecsupaszított verzió. Az egy középfelszereltség, azt az hozzá kell mondani. Hát arra gondolok, hogy ki is emelték, hogy nem jönnek már olyan fapad. Minik, ami nagyon fapad. Jó, tehát azért egy, az is egy kellemes beltér. És amúgy ez pont a Countrymannél lesz majd jó, és ez is vicces, hogy a emlékszem a kicsi benzines Countrymanre. Igen. Fogyaszt 7 litert a 1.5-ös 3 hengeres. Igen. És 15 millió forintért már egy baromi jó beltér. Barna bőr, érgőzgalmas fényezés. Most biztos, hogy azt fogod mondani, hogy ez az autó drágább, mint 15 millió forint. Olyne, persze. Tehát ezzel a felszereltsége, kormányfűtés, ülésfűtés, head-up display. Ez tök jó egyébként, hogy lemegy, följön, amikor ugye megállsz, és becsukod az a, bezárod a kocsit, meg így beülsz, akkor jön fel neked, ott csak a head-up display. Na, akkor ez várja, 13-500 ezertől indul, 15 millió forint azt hiszem az erősebb, tehát ez amiben ülünk, és akkor ez még egy jól felszerelt, nem Joe Cooper Works, akkor az ilyen 17, így van. 18. Így, hát 17 és 18 között úgy fél úton pont egyébként megállunk vele. És igen, megint az, hogy tök jó város, menjünk kicsi arra, autó lenne. Menjünk arra, kíváncsi vagyok. Tényleg, meg igen, 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 kíváncsi vagyok, hogy vagyod. Hány ingerem lesz megint? Nem, lesz ne, baj. Erős túlzással. Szóval igen, tehát nagyon drága, pedig egyébként erről kéne szóljon úgy igazán az elektromos autózás és a feeling, hogy reggel beülsz, beszaladsz, és azért mondom, elfogadnám, mert én például télen simán furikáznék vele egyébként. Jó, nem tudom, hogy télen mondjuk az aksit mennyire nyírná ki, hát ez hogy ülésfűtéssel indítok reggel. Meg nem, mert ugye előklimatizálod kicsit, nem kell megvadulni, de ezért van az ülésfűtés, 20 fokot tartasz, és mivel hogy hőszivattyúsok, ezek már a legtöbb, azért nincsen baj. Igen, Apple CarPlay, Android Auto, köszönöm, igen, tábla felismerő, az beragadt. Néha tudja, beragadt. Néha nem. Igen, szóval a Apple CarPlay, Android Auto tök jól fog rajta. Vezeték nélkül minden, ez itt lenne, ez a középső rész is tök kompakt egyébként, egy vezeték nélkül telefontöltő kicsit melegszik, de nem vészes, pohártartó tök jól tartja, a magasabb vizet is tök jól tartja, az ajtóban nem tudod berakni egyébként, úgyhogy nagyon más abban nem abban zsepi, meg az a csajos pénztárca. Így van, úgyhogy nagyjából ennyi, ez a középső, a könnyeklő is tök jó. Ez mondjuk fura volt egyébként, ezt nem tudod állítani. Nem ez ott van. Ez ott van, fix, nem tudod állítani és ledönteni sem tudod, úgyhogy ez olyan fura volt. Voltak pillanatok, amikor itt pakoláztam volna középen, és zavart, hogy itt van, de hát ne pakolász vezetés közben, ezt meg van oldva. Igen. Ezt a nyitót, ezt mutattad. A menüt azt ismerjük, azt szeretjük egyébként. Ott van nekünk Spike. Ez cuki. Igen, az mindig ott van. De ez is összefüggő, nem akar, tök jól. A fogyasztást azt meg akartam nektek mutatni. Ez a mai napom. Az nagyon jó. Jelenleg. Jó, hát kis autó. Hát de igen, úgy. Viszont hogyha megnézzük egyébként a hosszú távot, az ha oda visszamész, a Sinsfactory, az 15 egész, igen, majdnem 16. Jó, oké, tesztautó, meg használjuk, meg benne van, igen, de hogy papíron is egyébként 13,5-14,5 között van, azt mondják. Úgyhogy az meg egy ekkora autónak egyébként 54 kWh-s akkumulátorra. Majd így fordulja jobbra, az gyorsulj velem egyet. Hagy örüljek már neked, hogy milyen jó pali vagy, hogy így gyorsulgatunk az elektromos miniben, mert kérdezni már úgy tűz. Nagyon negatívan hangzott. Dehogy is, na mutasd, rúgjad! Elkapart, és megjött az energia. És már ott vagyunk, hogy sok. Igen, úgyhogy. Hirtelen tud, nagyon jó megy. Ugye a lassabb az 7,3, 10 másodperc 0-100, ez akkor 6,7 azt hiszem. Már én is így a Club Countrymannel keverem az adatokat, de nagyon kis cuki autó. Az. Nem olyan feszes ez a futó, mint te. Nem tudom nekem, csak mondom így városban, ezzel a 30 és 70 között amúgy tök kényelmes és nem ráz annyira. Így is érzed egyébként. Hát sportos, igen. Autóból autóba fiatalos, ülve. Mert ráadásul le kell ülnöd és ráz. Ezt tehát, mondom, amit... ez az elmúlt, nem tudom, az egyetemi három évünk alatt, én ezt is rohangáltam volna körületre benne, hogy borzasztó. Milyen a kormány? Nagyon fura hangja van, tehát például, hogy tekered és így húzod rajta, hogy ez itt tud idegesítő lenni. Nekem fogásra egyébként kényelmes, te azt mondtad az előbb, hogy neked annyira nem jött be, meg fura volt. A gombok tök jó rajta, de ma ugyanez volt, azt hiszem, nem tudom, az ön BMW-s elrendezés igen. Amúgy. Hát ez teljesen. Ismerős, igen. De
jó, hogy elérsz rajta. Nekem kényelmes volt, neked nem jött be, azt mondtad. De hát ízlések hát is pofonak. Igen. Ez a nehéz, hogy ott van egy BMW X1-es szintű minőségű mini Countryman, hogyha a mini világába akarsz ülni. Igen. És megveszed egy kicsi benzinessel, és akkor az olcsóbb lesz, mint ez a kis autó, ennyi helyen, ami meg elektromos. Van ugye a Clubman is elektromos, vagy a Countryman is elektromos, majd mindig kell a Clubman-et. De hát igen, az is borzasztó drága lesz. Nem, annyira jó lenne, ha legalább ugyanannyiban, tehát ugyanolyan árban lenne, mint a benzines. Legyen 10 millió forint, felszereled 12, és akkor már valami, de ez a... Jó, mondjuk akkor mondhatjuk, hogy most pont ott vagyunk, nettó 4 millió forint akár le tud belőle jönni állami támogatásként, ha cégre veszed. Ne jó, de akkor is, tehát... Vagy nem tudom, cégre meg olyan furán hangzik, hogy vettem egy elektromos minit. Hát jó, most érted, minit. Kis cégbe vállalkozók. Inkább ugye az is ott, hogy cashflow-ba először ki kell fizetned, tehát dobálózunk ezzel a állami akcióval, de először te kifizeted, aztán visszatérítik. Igen. Tehát meg kell venned. Na, nem is ez a lényeg, hanem hogy aranyos, lelkes, cukiugrálós kutya. Az egyébként. Ilyen lelkes kis is valami. Olyan, mint egy elektronos gokárt, amit benne srácok hátul fölnyomtak maxra, hogy akkor szágoldozhatsz vele. Azt nézem, hogy nem dupla övögezés is, de csendes. Nem. De nem, mondom, nem is arra való, és nem is fogsz hosszú távot menni vele, vagy hát lehet, hogy egyszer-egyszer, de már úgy értve hosszú távot, hogy még kifejezetten le tudsz vele Balatonra menni, de én mondjuk nem indulnék el. Hát hogy le fognak vele menni, persze, mert ha valakinek ez van egy autónak, akkor becuccol vele, de hát azért abba belehajtogatod a szuppot, akkor már... Hát ne, konkrétan hátra bedobod a két töröl között, a papucsot, fürdőgatját, meg nem tudom, egy karton sört, és megjöttél. Sziasztok. Ennyi. Hát ennyi, majd minden másra ott a Mastercard, ahogy szokták mondani. Hát végül is igen. Az ára szomorít el, de közben igen, nagyon jó. Tehát a menürendszer az nagyon buli. Örülök, hogy a BMW Mininél figyelnek, hogy olyan színű az autó, igen. Ha indexel, ha villogsz, olyan, forog a kerék, forog a kormány. Nem reszettelem, ott hagyom a gyári adatot. És minden tud, amit kell neki. Hát ez már elvárás. Nem is elvárás, az alapszint. Beleülsz, és tudod, hogy ott van, és téged vár. Cuki, lelke van, amennyire egy autónak lelke lehet, így elektromosan én azt érzem. Én amúgy megszerettem, én nagyon szívesen hazavinném, ezt így akár összerak úgy, ahogy van, de igen, az ár az egy nagyon fájdalmas pont, srácok. Használta, jó lesz, csak mindig elmondom, ahhoz meg hát kell valaki vegye újonnan. Igen, meg azért beszélgettünk már rengeteget az elektromos használt autókról. Tehát egy garancia más. Után az necces lesz. Vagy akkor most szívesen átülnék egyébként, kérjük ki az importőröktől akkor a benzinest. Hát ezt nézzük meg. Most tényleg megint ez van, hogy jobb. Jobb a benzines valószínű. Csak két dolog. Tehát arra gondolok, hogy árba jobb, logikusabb egy benzines vezetni, meg ezt a Minit, a Coopert, mert tényleg jobb elektromos, mint ha tényleg erre gyártották volna. Na, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok. Nézzetek át a Countrymanre, hogyha szeretitek a Minit, meg a többi tesztünkre is. Jövünk további tartalmakkal. Lejövök a Murvára. Gyere, gyere, hagyj érezzed még egyszer. Kis videókkal, nagy videókkal. Spike-kal, Levivel, meg én is mindenki búcsúzik. Ja, jók legyetek, köszönjük. Szevasztok. Sziasztok.